Sziasztok, gyerekek! A Kincses Ládába ezúttal egy barangolásra imitálunk titeket, mégpedig a Mesék Birodalmába. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében az idei évben is megrendezték az óperenciás mesemondó versenyt és mese ünnepet. A helyszín ezúttal a döntő helyszíne a 7-7 Játék Múzeum volt, ahova természetesen a Kincses Láda stábja is ellátogatott. Most ezekből a mesékből szemezgettünk nektek, tartsatok velünk! A kenyérésze, magyar népmese. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot és egyéb zsanna-mannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért? Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket. Mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejben főtt dióbelet. Hiába, a király fanyalgósan tolt el magától mindent. És mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyent még nem ettem, leüttetem a fejed. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, hogy mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Szinte már a nyakán érezte a hóhér pallosát. No, ennek a felesett réfa hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, s világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfőre. Az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még soha se fordult elő. Azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vasra verve vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, a király parancsolta? De hol volt már addigra a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, alással jelentem, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Most meg már se ebéd, se szakács. Tán utolsó emberű az országban, hogy még meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona, minden áron el kell fogni a szakácsot. Ő lovagolt legelől, mérgesen, éggyomorral. Nyargaltak, de csak a szakács nyomát találták meg. Azon jutottak harmadnapon egy nagy sűrű erdőségbe. Ott nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a tömérdek leullott falevél. Őgyelektek a fák között össze-vissza. Addig őgyelektek, míg meg nem pillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, batta, mert lelőlek. A szakács meg sem moccant. A király elevenen akarta kézzel keríteni, ezért megparancsolta a katonáinak, hogy vágják ki a fát. Hozzá is fogtak, de nem nagyon igyekeztek, mert sajnálták a szakácsot. A király biztos leütteti a fejét, s akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetik a sódart, a libacombot, a kolbászt a komiszkenyér mellé. Látta a király, hogy mennyire ímmel-ámmal dolgoznak a katonái. Felkapott egy csálkányt, s teljes erejéből elkezdte csapkodni a fa gyökereit. Repkedett a forgács szana széllyel. Egyszer a szakács alatt meg is recsent az ág. Attól az annyira megijedt, hogy összetette a kezét, s elkezdett imádkozni. Közben kicsúszott a hóna alól a kenyér. Éppen a király lába elé pottyant. Hát ez meg mi a csoda? Kérdezte a király csodálkozva. Ez bizony csak kenyér, feleltek a katonái. Nem királynak való, hanem szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle, s megkóstolta. Addig falatozott, míg el nem fogyott a fele. Akkor azt mondja, ilyen finomat nem ettem, mióta kioldottak a pólyából? Soha sem mondta, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen finom eledelt is tudsz készíteni. Gyere lehé, megkegyelmezek! Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa légy. Felbátorodott a szakács, lemászott, s a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret fog sütni, amilyent még senki sem evette földön. Lovat adtak a szakács alá, s hazafelé a király mellett ügethetett.
Az udvari cselédség nem tudta mire vélni, hogyan érdemelte ki a király kegyelmét. De akkor még jobban elcsodálkoztak, mikor azt mondja: a legszigorúbban megparancsolom, mától fogva akármit tégy az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette ezt szigorú parancsot, minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna. Móra Ferenc, a bécsi diákok. Világbíró Mátyás királyhoz egyszer három bécsi diák állított be a budai várba. Jeles három szerzet volt. Az egyiknek szép nagy szélfogó fülei voltak, mint a túri kancsónak. A másiknak kávés fincsával vetekedett a szeme. A harmadiknak olyan hosszú volt az orra, hogy két arasztal előtte járt a gazdájának. Kik vagytok? Mik vagytok? Mosolyodott el Mátyás az érdemes társaság láttára. Bécsi diákok vagyunk, urunk, királyunk, hajlongott a három legény. Hát aztán mi járatban volnátok? Tudakozta Mátyás. Le akarjuk főzni a pesti diákokat. Hallottuk hírét, hogy fölvitte Isten a dolgukat? Bársonyba járatod, kaláccsal eteted őket. Úgy igaz az, bólintott a király. Úgy kell megbecsülni a tudományt, ahogy megérdemli. No, akkor minket aranyba foglaltas, marcipánnal tarts, magyarok királya. Szem nem látta, fül nem hallotta párját a mi tudományunknak. Erdő az, nem berek. Tenger az, nem patak, mint a pesti diákoké. Megnézzük, hány zsákkal telik, mosolygott Mátyás csendesen, és odafordult a lapátfülűhöz. No, fiam, hát mit árulsz? A diák meglegyezgette magát a füleivel, s kevénnyel jelentette. Olyan fülem van, hogy még a fű növését is meghallom vele. No, te ugyancsak kivágtad a rezet, intett neki Mátyás kegyesen. Megengedem, hogy ott hallgasd az országban a fű növését, ahol csak tetszik. A tudós bécsi diák úgy ballagott ki az ajtón, mint akit leforráztak. Szégyenében úgy beletakarodzott a fülébe, hogy azt sem hallotta, mikor a fincsa szemű a helyébe toppant. Hát te mit tudsz, szolgám? Kérdezte nyájasan Mátyás. Még ennél is különbet? Forgatta a szemét a fincsa szemű. Olyan éles a szemem, hogy annak a hangyának a pislogását is látom, amelyik a köntösöd ujján mászik. No lám, csak ugyan? Pillantott Mátyás a dolmánya ujjára. Biztosan a kertben hullott rám az előbb. Nesze, fiam, megjutalmazlak vele. Legalább lesz mind gyakorolni a tudományodat. Azzal a markában nyomta a hangyácskát a fincsa szeműnek. De úgy megzavarodott az az Isten adta, hogy az ajtót sem látta meg az éles szemével, hanem mindenáron az ablakon akart kimenni. Annál vígabban táncoltatta az orrát a harmadik bécsi diák. Azért a legtöbbet, amit én tudok, hunyorított Mátyásra a fél szemével. Olyan orromban, hogy a hetedik határból is megérzi a pecsenye szagát, s azzal akkorát szippantott a takaros orrával, hogy csak úgy lebegtek bele a bíbor függönyök. Mátyásnak meg a könnye hullott nevettében. Szaladjatok hamar! Kiáltott oda a kamarásainak. Hozzatok egy fehér cipót ennek a tudós embernek,
a pecsenyeszag mellé, hadd mártogathassa meg benne. De nem várta az a cipót, hanem esze nélkül kisomfordált a palotából. Hanem az orra még egyszer olyan hosszúra nőtt, mint azelőtt volt, úgy kellett külön kocsin vitetni. Azóta se főzték le a bécsi diákok a pestieket. Hogyan telt el a gyermekkorom, magyar népmese? Amikor én megszülettem, s lehettem olyan 6 hetes, kimentem az utcára egy langyos nyári eső után, találkoztam ott egy régi jó komámmal, aki akkor már egy fél literrel huncutabb volt, mint én. Azután sárból gyúrtunk ökröket, szekeret és zsákokat, majd fölraktuk őket a szekérre, hogy elmegyünk őrölni a malomba. El is indultunk. Abban az időben még vízi malom őrölte a gabonát, de éppen nem volt otthon. A molnár ott sétált a víz tetején, és megkértük, hogy hívja haza. Aki erre addig integetett, kiáltozott, míg végül előállt a malom, mi pedig elkezdhettünk őrölni. Mivel azonban a molnárnak nem volt tömőfája, likapta a fejemet, és azzal tömte meg a zsákokat. Amikor aztán végeztünk és hazafelé tartottam, találkoztam egy csapat lányjal, asszonnyal, akik már messziről nevettek. Mit nevetnek? Kérdeztem tőlük. Magának nincsen feje, válaszolták. Akkor vettem csak észre, hogy az ott maradt a malomba. Visszaszaladtam hát érte, feltettem a nyakamra, és mentem tovább. Ám a lányok, asszonyok mégint csak nevettek. Hát most mit nevetnek? Kérdeztem újfent. Magának hátul van az orra, válaszolták ezúttal. Erre csavarintottam egyet a fejemen, hogy rendesen álljon, és mentem tovább hazafelé. Ekkor azonban eszembe jutott, hogy az ostort leszúrtam a malom mellett a víz szélébe. Visszamentem hát azért is, de mire odaértem, az ostornéből egy nagy fa nőtt, az ostor pedig fönn volt a tetején. Főmásztam hát érte, és amikor fölértem, látom ám, hogy egy nagy karva üldözött egy sereg apró madarat, és minden áron el akarta kapni őket. Ekkor azonban a madarak mind berepültek az ingem derekába, meg a gatyám szárába. De én sem voltam rest, s egy madzaggal gyorsan összekötöttem az ingem és a gatyám, s örültem, hogy most mennyi madarat fogtam. Igen ám, csak hogy az a sok madár az ingemben meg a gatyámban mind elkezdett csiripelni, károgni, víjogni, mondta a magáit mindegyik a maga nyelvén, aztán egyszer csak felszálltak velem, s vitták magukkal messzire. Az Adriai tengerpartján asszonyokat láttam mosni odalent, akik fölpillantva az égre így kiáltottak. Ó, de nagy madár! Én azonban úgy értettem, hogy ódd meg a gatyád! Erre én meg is ódottam. A madarak kirepültek belőle, s én belapottyantam a tengerbe. De úgy szétcsaptam magam körül a vizet, hogy a tenger menten kiszáradt. A halak meg ott maradtak a szárazon. Gondoltam, most jó, mögszödöm magam hallal. Tovább nem is időztem ott, hiszen már úgy is messzire kerültem az otthonomtól. El is indultam hazafelé, meleg országon keresztül. Ez egy igen furcsa ország volt, ahol a házakat nem is a földre építették, hanem úgy ember magasságnyira a levegőbe. Aztán létrán kapaszkodtak föl hozzájuk. Meleg országot igen nagyra termett emberek lakták, és igen nagy volt általában minden. A templom például akkora volt, hogy 4 huszár várakozott benne lóháton. És amikor a pap elkiáltotta a Dominus Vobiscumot, az egyik huszár mögsarkantyúzta lovát. Vágtatott egy jó darabig. Aztán oda kiáltotta a másiknak, a másik a harmadiknak, a harmadik a negyediknek. Ő pedig fölkiáltotta a kántornak. Aki ott végigvárta a misét, jól esett annak a röggeli. De nagy baj nem volt, mert szalonnából volt az oltár, kolbászból voltak a gyertyák.
A tornya ennek a templomnak nem különben nagy volt. Amikor például építették, két ács lejtette a tetejéről a baltát, és az egyiknek mire földet ért, kirohadt a nyele. A másik pedig még odafönt lerepült a nyeléről, s mi alatt zuhant lefelé, egy pacsirta belefészkelt, s mire leért, ki is kötötte a fiókáit. A harangja meg akkora volt, hogy be se fért volna a toronyba. Ha nem úgy viszik föl, csöngetjük korában, s nem ott nő meg. Na, nagyon nagy meleg volt mindenfelé. Akkor, hogy a disznót elég volt leölni, és beletenni egy nagy tepsibe, aztán kilökni az ablakon, mögbörántani, és már meg is sült. De Melegországban sem töltöttem sok időt, csak hamar folytattam az utam hazafelé. Így kerültem Hidegországba. Ott meg olyan hideg volt, hogy a tojásfehérje például olyan fényesre fagyott, hogy éjszaka is lehetett a fényénél újságot olvasni. Beszélni csak azok tudtak egymással, akik az írást is ismerték, mert amint kimondta az ember a szót, abban a minutumban odafagyott a szájához, aztán úgy kellett onnan leolvasztani. De itt sem töltöttem sok időt, csak hamar eluntam magam, s folytattam az utam hazafelé. A végén azonban úgy meguntam az utazást, hogy leszúrtam az ostornyelet a földbe, s fölmásztam rajta az égbe. Ott találkoztam a nagymamámmal. Adjon is se jó napot, nagymama! Tessék adni lekváros kenyeret! Jaj, fiam! Mondta erre. Nem szoktunk ám mit enni? Nem! Hát akkor hogy lehet innen gyorsan lemenni? Rémültem meg. Volt ott egy öreg ember. Neki is elmondtam, hogy szeretnék lemenni, mert itt nem lehet lekváros kenyeret enni. Az öreg embernek akkor eszébe jutott, hogy van itt egy láda korpa, és ha abból kötelet csavarunk, azon majd leereszkedhetek. Szóval mi szó, meg is sodrottuk, jó, de valahogy belesodortunk egy egeret is. Így miközben ereszkedtünk lefelé, az egér elrágta a kötelet, én meg puty, lepottyantam a földbe. Azt hittem, valahol Jászberényben vagyok a nagy templom körül. A fenét! Dósán voltam a falu végén. Bele is fúrottam vagy két ölnyire a földbe. Aztán kiabálhattam, hogy ássanak ki! De nem ásott ki senki. Úgy kellett hazaszaladnom egy ásóért, és kiásnom magam. Ilyenféleképpen telt hát el a gyermekkorom, melyből többre, hát többre nem is emlékszem már. Kedves gyerekek, ez volt már a Kincses Láda, természetesen holnap is lesz utazás, invitálunk titeket ismét az Óperenciás Meseünnep Birodalmába. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!